az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara úgynevezett kis gurmé tábort szervezett tolnai általános iskolás gyerekek részére, ahol egy héten keresztül különböző a vendéglátással kapcsolatos játékos feladattal, versennyel szeretnék megismertetni a kicsikkel a szektor szépségeit. A programok cukrászatot, az a vendéglátás ágazat szakmáit mutatjuk be. Volt itt vendégtéri szakember, volt cukrász, szakács, minden nap tematikus napok vannak, hol görög, olasz, most pedig a mai napon magyar nap van. Ami azt jelenti, hogy a vasárnaponként kihagyhatatlan rántott ételeket, karfiolt, tököt vagy csirke mellett készíthetnek el a gyerekek. Nap végére természetesen a lángos sem marad ki. Tanultunk cukrászkodni, jött hozzánk ugye egy bácsi, aki elmondta, hogy milyen ez az ilyen felszolgálói ka, és voltunk szakácsnál. A legfőbb cél a vendéglátó szektor népszerűsítése, mondja a tanácsadó. Alapvetően a vendéglátás egy olyan ágazat, amelyben mindig szükséges az utánpótlás, mi pedig megpróbáljuk a gyerekeket arra inspirálni, hogy ezeket a szakmákat válasszák, hiszen Tolna megyében alapvetően nagyon sok a fesztivál, nagyon sok a rendezvény, a szálláshely, ahova ezekre az ilyen szakemberekre mindig szükség van, illetve hát tudjuk, hogy Tolna megyében nagyon, nagyon szeretjük a bort, a borászatot, és ez abszolút a vendéglátáshoz tartozik, mi pedig próbáljuk őket ebbe az irányba orientálni. Az egyhetes táborban összesen 22 gyerek vesz részt, őket reggel 8-tól egészen este 5-ig szórakoztatják a szervezők.